Az Üzbegisztánba irányuló külföldi befektetések volumene több mint 10-szeresére nőtt az elmúlt 6 évben. Ebben komoly szerepet játszottak a kormányzati reformok, amelyek megnyitották az ország gazdaságát, és ez vonzóvá tette Üzbegisztánt a befektetők számára. A GPS az, ami a traktort irányban tartja. Tehát ez egy automatikus, a műholdas rendszerhez kötött parcella, és pontossága centiméterekben mérhető. Az amerikai üzbég Silver Leaf vegyes vállalat gyapotot termeszt a Dzsizah régióban. A teljes folyamat automatizált a vetéstől a betakarításig. Idén a vállalat egy új technológiát vezet be, amely lehetővé teszi, hogy digitális eszközökkel kövessék nyomon a gyapot gépi betakarítását. Az összes berendezést az Egyesült Államokból szállítják. Azok a sárga dobozok ott legfelül nagyon fontosak a digitális gazdálkodás szempontjából. Lehetővé teszik számunkra, hogy információkat gyűjtsünk, és felküldjük ezeket egy műholdra, amely segít nyomon követnünk a termést. 2018-ban Dan Patterson a hatóságok meghívására Üzbegisztánba utazott, hogy részt vegyen a mezőgazdaság modernizációjában, a reformok végrehajtásában. Cége összesen mintegy 40 millió dollárt fektetett be az országban. Az emberek nem tudják eldönteni, hogy vajon ezek valós reformok, vagy csak beszélnek róluk. Mondhatom, mert már 5 éve itt vagyok, hogy ezek valódi reformok. Megteremtik az infrastruktúrát és megfelelő környezetet a külföldi tőke számára, hogy bejöjjön, és kihasználja a természeti erőforrásokat vagy a munkaerőpiacot. A lakosság 60%-a 30 éves vagy annál fiatalabb. Ez demográfiai szempontból nagyszerű lehetőség, ha az ember vállalkozásokat akar áttelepíteni és befektetéseket tervez. Az elmúlt 5 évben az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank több mint 3 milliárd eurót ajánlott fel 100 projektre az üzbég gazdaság kulcsfontosságú ágazataiban, köztük a megújuló energiaforrások területén. A szervezet például kiemelt kölcsönt nyújtott Üzbegisztán egyik első magán naperőművének. Az elmúlt 3 évben Üzbegisztán volt a legnagyobb kedvezményezettje a finanszírozásnak Közép-Ázsiában. Üzbegisztán az ottani reformok miatt befektetési központ lett. A valuta liberalizációja, a köz- és magánszféra partnerségéről szóló jogszabály, a 2030-ig tervezett zöld gazdasági stratégia, valamint a bankok és közintézmények folyamatban lévő privatizációja. Mindezek a reformok erős üzenetet közvetítenek a külföldi befektetők számára, Üzbegisztán potenciáljáról, reformkészségéről és a reformok iránti elkötelezettségéről. Különösen a technológiai ágazat vonzza a külföldi befektetőket. A londoni székhelyű Sturgeon Capital volt az első, amely egy 2020-ban létrehozott 25 millió dolláros külön alapon keresztül hazai startupokba és digitális infrastruktúrába fektetett. Három területre összpontosítunk, a fintechre, a piacterekre és végül a szoftverekre. Amióta befektetünk, ezeknek a cégeknek a forgalma átlagosan háromszorosára nőtt, és úgy gondoljuk, hogy még mindig sok lehetőség van a növekedésre. A Bills az első üzbék startup, amelyet a Sturgeon Capital finanszírozott. Olyan szoftvert fejleszt, amely segít a kiskereskedelmi üzletek irányításában. A startup már 4 országban is megvetette lábát, és további befektetőket vonzott. 5 évvel ezelőtt nagyon nehéz volt befektetőket találnunk, és ez a folyamat sok időt vett igénybe, azért, mert nem voltak. Most sokkal könnyebb kapcsolatba lépni a befektetési alapokkal, ráadásul sokkal többen vannak, mint 5 évvel ezelőtt. Mindez lehetőséget biztosít számunkra a fejlődéshez. A vízumliberalizáció, az adócsökkentés és a képzett munkaerő növekvő aránya mind olyan tényezők, amelyek vonzzák a külföldi tőkét. A külföldi befektetések volumene jelentősen megnőtt az elmúlt években. Az üzbég kormány több mint 100 milliárd eurónyi külföldi tőkét akar bevonzani a következő 4 évben. Továbbra is nagy odaadással dolgozunk azon, hogy az üzleti környezetet, a befektetési klímát még vonzóbbá tegyük. A legfontosabb számunkra a beruházások színvonalának biztosítása, hogy garantáljuk a gazdaság hosszú távon fenntartható fejlődését, és így versenyképesebbé tegyük.